Tarka szappanbuborékokba öltözött a családi napon a szombathelyi víztorony. A gyerekek vidáman kergették az óriás gömböket. Volt, aki ügyességi játékokat próbált ki az épület környékén lévő standoknál. A legkisebbek kormányhoz ülhettek a tűzoltóság vonulókocsiában a családi napon. Eközben lángtornádót csodáltak meg az épület kávézója feletti előadóteremben az érdeklődők, még a kezükben is lobogott a tűz. Én ezt tartottam a legizgalmasabbnak, mert kíváncsi voltam, hogy hogy fog égni a kezembe. Milyen érzés volt? Bizsergető. Kicsit meleg, de elég jó volt. A jelenségekről és azok tudományos hátteréről szakértő beszélt az érdeklődőknek, Öveges professzor nyomdokain haladva. Itt a kísérletek kapcsolódnak egymáshoz, és az előadás elején ugye beszélünk arról, hogy a párolgás tulajdonképpen mi, hogy is zajlik, és miért vannak felhők az égbolton, és aztán az előadás végén visszatérünk ez a kísérlethez, és bemutatjuk azt, hogy a párolgás hőelvonással jár, és hogyha bevizezzük a kezünket, akkor elegendő hűtést kap a kezünk ahhoz, hogyha némi buborékba propánbutángáz teszünk, és propánbutángáz és a levegő elegyét a kezünkben meggyújtunk, elegendő az a hűtés hozzá, hogy ne égjen meg a kezünk. A víztorony nyitogató családi délután egyik legnépszerűbb rendezvénye volt az izgalmas fizika óra. Jó családi program, tehát kisgyerekekkel vagyunk itt. Ugye néztük ezt a fizikai kísérletet, és azért sok érdekes kísérlet volt. Gyerekeknek is nagyon tetszett. Egy-két kísérlet volt is, amit mondták, hogy még otthon is ki fognak próbálni, úgyhogy nagyon jó program, illetve majd még későbbiekben megyünk fel a víztornyot is megnézni. Az Érezd Szombathelyt városi programjának Reszpark is benépesült sátrakkal, előadókkal. Ez egy olyan családi nap, amiben interaktív játékokat, aztán ilyen kis kutatóprogramot lehet kipróbálni. Aztán itt volt a Kis Hétrét együttes, már éppen most fejezte be a zenekar a produkcióját. Hát az eső azért némiképpen megakadályozta és felülírta azt, amit mi terveztünk. Azt gondoltuk, hogy itt 35 fok meleg lesz, bizony még délben is esett az eső. Így a Kis Hétrét koncertjéből egy toronykoncertet varázsoltunk. A vizes talaj nem akadályozta a táncosokat sem. Aki pedig az aktívabb rész helyett a csendesebb gyermekprogramokat választotta, keresett egy sátrat magának. Flóra, Iris és Zalán izgalmas játékot talált. Gyerekeinkkel jöttünk ide a víztoronyhoz, és itt éppen most kirakóznak. Ilyen fejlesztési feladatokat tudnak csinálni. Mennyire ügyesek? Nagyon, nagyon ügyesek. Az ELTE sporttudományi tanszékének munkatársai egészségügyi méréseket végeztek. 10 másodpercen keresztül a gép érzékel, majd utána 1 percig történik maga a mérés, ami tulajdonképpen egy mini EKG, ezek után már el is indult az EKG, valamint az oxigén szaturációt is meg fogjuk tudni mutatni. A víztorony tetejére elsősorban a kilátás vonzotta a családokat, legtöbben a saját otthonukat szerették volna felfedezni a város egyik legmagasabb pontjáról. A torony július 1-én nyílt meg hivatalosan, azóta több mint 500-an keresték fel az új városi látványosságot.